Megkezdte munkáját az a parlamenti bizottság, amely a Csolos kormány költségvetés kiegészítéseinek megalapozottságát vizsgálja. A bizottság RMDSZ-es tagja szerint érződik a politikai töltet a testület munkájában. A kivizsgálási bizottságot azért állították fel, mert a szociáldemokrata párt szerint a korábbi szakértői kormány úgy eszközölt kétszeri pozitív költségvetés kiigazítást, hogy a bevételek ezt nem tették volna indokoltá, ezzel 10 milliárd lejes hiányt hagyva a jelenlegi kabinetre. Az Országos Adó és Pénzügyi Hivatal első nap meghallgatott alelnöke szerint a decemberi bevétel mindössze 0,2%-kal maradt el a tervezettől, ami 350 milliós kiesést jelent. Az adóhivatal a bevételezési tervhez képest 99,8%-ot valósított meg, ami azt jelenti, hogy mintegy 350 millió lejjel gyűjtött be kevesebbet. Ez tulajdonképpen a második költségvetés kiegészítési rendeletre vonatkozik, amely szigorúan decembert érinti. Ez az összeg nem befolyásolja jelentősen a költségvetést, magyarázza Erdei Dolóczky István, a bizottság RMDSZ-es tagja. Azonban hozzátette, a valós adatokat csak február végén lehet majd tudni, amikor a decemberi tevékenységből származó adók is befolynak az államkasszába. Egy dolog azonban már az első nap után leszűrhető a bizottság munkájából. Érződik a politika, hogy egyik oldal azt akarja bizonyítani, hogy minden rendben volt, a másik oldal pedig azt akarja bizonyítani, hogy nem volt minden rendben. Érzésem szerint az első költségvetés kiegészítéssel nem volt baj, a második költségvetés kiegészítés körül lehetnek olyan problémák, amit lehet, hogy el kellett volna kerülni, de ez még nem tudja igazolni senki. A parlamenti szakbizottság holnap a pénzügyminisztérium álláspontját hallgatja meg a kérdésben.